Sziasztok, ez itt a Movie Geeks Podcast, immáron 11. alkalommal. Vivit most nélkülöznünk kell, úgyhogy igazán pasis műsor előtt állunk. Itt van Ádám! Sziasztok! Itt van Boki! Hello! Itt van Peti! Ali! Én pedig Beni vagyok. Két filmünk volt a héten, a Batman Ninja és a mindenki által várt Solo, egy Star Wars történet. Előtte azonban egy kicsikét hírezzünk, ugyanis kaptunk egy plakátot a legújabb Shazam filmhez, ami valami eszméletlenül jól néz ki, és megindultak a pletykák, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a Shazam lesz a DC válasza a Deadpoolra. Mit szóltok? A DC el tud készíteni egy hasonló filmet, mint amilyen a Deadpool volt? Mit szólnak Shazamhoz egy ilyen nagyra nőtt, felnőtt hülye gyereknek, mint amilyen Deadpool? Szerintetek ebből valami jó kisülhet-e? Szerintem nem működne. Két teljesen különböző karakter. Már olyan szempontból, hogy ugye a Deadpool egyik Csaba Borsát a negyedik falos áttörés adja. Ez ugye Shazamnál nincs meg. Tehát belőle maximum egy ilyen hangya, vagy akár Tony Stark-szerű bohóckodós, mármint úgy bohóckodós, hogy poénkodós alak lehet, de Deadpool semmiképpen szerintem. Remélem nem próbálják meg. Egyet kell, hogy értsek, szerintem sem fog működni, vagy szerintem, ha meg is próbálják, akkor nagyon erőltetetnek fog. Én azt gondolom tűnni, de ettől függetlenül sok szerencsét kívánok nekik hozzá. Azért az elmúlt filmekben megtapasztaltuk azt, hogyha nagyon humorizálni próbál a DC, az valahogy sose sül el úgy, ahogy akár a Marvel részéről egy Deadpool film élvezetet nyújthat, és ezért az Igazság Ligájában is ugye Flash-el elkezdtek egy ilyen picit humorizálós vonalat, de nem jött be. Én nekem valahogy nagyon erőltetett volt, és ezt gondolom a Shazamról is. Hát egyetértek, kíváncsian várom azt, hogy ebből mi fog kisülni. Én is remélem, hogyha ezen a vonalon próbálkozok, akkor a színészi teljesítmény lesz legalább olyan jó, mint Ryan Reynolds-nál. Bár őt elég nehéz lekoppintani, hiszen voltak ilyen pletykák, hogy ő már Deadpool-os jelmezben is mászkál otthon, tehát igazából nem Ryan Reynolds Deadpool, hanem Deadpool Ryan Reynolds, tehát hogy ott már egy komoly karakterátalakulás történt. Ő nagyon beszippantott őt ez a szerep. Nem tudom, nem is vagyok benne biztos, hogy egyáltalán van értelme összehasonlítani ezt a két karakter, teljesen más a két univerzum, várjuk meg, hogy mi sül ki belőle, aztán majd meglátjuk. Szerintem működhet a dolog, hogyha egy picikét így humorosra veszik a dolgot, és ahogy olvastam a filmet, mármint a Shazamot, azt a Tom Hanksnek a Segítség felnőttemhez hasonlították, tehát itt van egy ilyen fiatal kisrác, aki hirtelen szupererőt eredetes szert, felnőtt lesz, és minden hülyeséget kipróbál. Ebbe azért szerintem bele van kódolva egy csomó vicces dolog, úgyhogy akár még lehet ilyen poénos hülyeskedés az egész. Nyilván Deadpool fekete humorát azt valahogy nem látom, hogy lehetne viszont hozni, de egy ilyen humoros bohém figura bőven lehet szerintem a Shazamból, ami szerintem marha jó lehet. És ugye beszéltetek egy színészről, hát Zachary Levi az alapjába véve humorista, úgyhogy alapjából szerintem működhet a dolog. Úgyhogy én nagyon várom a Shazamot. Ez a plakát meg, hát egyszerűen zseniális. Nagyon tetszik. A mémgyárokat is beindította, ha jól láttam. Körbenézegett van nekem. Mindenhova bedobták a háttérbe az üdítő szűcsörgető Shazamot. 2019-ig várni kell, aztán akkor kiderül, hogy mégis mit sikerül kihozni a DC-nek Shazamból. Őszintén szólva nekem az egyik legvártabb filmjém jövőre. Na de beszéljünk az idei év egyik legjobban várt filmjéről. Ez pedig a Solo, egy Star Wars történet. Miről szólt a film, Boki? A lényeg, hogy Solo fiatalkorába visz minket vissza a Star Wars világa. A koréliai bolygóról, ugye Han szülőbolygójáról indulunk el. Sajnos azonban ott keveset időzünk, mert Han már el is hagyja, belép a birodalmi hadsereg gépezetébe, nyilván azért, hogy saját céljait elérje, és innen indul igazából a kaland. Találkozik a Woody Harrelson alakított a nagypályás hát bűnözővel, csempésszel, aki igazából beavatja a szakma csínyába, binyába, mondjuk annyira nincs is rá Solónak nagy szüksége, és hát innentől kezdődik az akció, vissza akarja hódítani a szerelmét, megtudunk pár dolgot, hogy mit miért történik, vagy mi miért történik, honnan vannak a beszólásai, ugye azok a szólós beszólások, hogy ránk tapadtak, mint meg nem mondom melyik faj, mert már régen láttam azt a Star Wars részt, úgyhogy meg is kéne újra nézni,
Lényeg a lényeg, hát hogy is lett Han Solo-ból Han Solo, Elder Soul ez az egész film. Lehet, hogy a legjobban vált volt, és talán ez is hozzátett ahhoz, hogy hát szerintem egy kicsit középszerű volt. Nem mondom, hogy rossz, mert nem rossz, de egy Star Wars-tól azért lehet többet elvár az ember, és tudom, hogy ez nagyon ilyen gicsesen hangzik, hogy jaj, a Star Wars-tól többet elvánunk, de tehát amikor már magasra rakják a lécet, akkor azt azért élik megugrani. Na, szerintem a Solo-nak nem biztos, hogy sikerült ezt a magasugrást. Annak ellenére, hogy rengeteg pozitívuma van, de valami mégis hiányzik belőle. Egész héten kerestem a szót, hogy mégis mivel lehetne jellemezni ezt a filmet, és tökre örülök neki, hogy mondtad ezt, hogy középszerű. Kb. Minden benne van abban, amit ebből a filmről gondolok. Szóval tényleg nem rossz, de messze van a jótól. És nekem ez a Solo azt bizonyította meg végérvényesen, hogy a Star Wars az elvesztett minden nemű különlegességet. Szóval félre ne értsetek, nem volt rossz film a Solo, abszolút nem, egy teljesen jó film volt. Hát az utolsó Jedi után pedig tényleg felüdülés volt a film, de egyszerűen nincs már meg ezekben a Star Wars-okban semmi, de tényleg semmi különleges. Nem érzem azt a fajta varázslatot, ami megvolt az eredeti trilógiában, és bármennyi is szar, de az új trilógiában ez valahol még a Zsivány egyesig bezárólag a legújabb filmekben is megvolt. Egyszerűen most már nem érzem ezt. Itt tényleg nincs meg az a különlegesség, hogy ez egy teljesen más film, mint bármi, amire beülünk. Semmi több, egész egyszerűen egy szimpla mozi, ami után kijössz a moziból, és ennyi. Talán ez annak is köszönhető ez az érzés, hogy a Solo nem más, mint egy hatalmas nagy fanszervisz. Szóval nem tudom, volt-e olyan érzésetek a filmet nézve, hogy igazából, mintha a készítők itt így írtak volna egy listát Han Solo-ról, hogy minek kell benne lennie. Tehát, hogy 1000 éves sólyom, Pipa. Találkozott Chewie-val, Pipa. Kesszeringi futam, Pipa. Jó, akkor hamiskás mosoly, Pipa. És igazából erre mentek rá. Mindent beleraktak, amit imádnak a rajongót. Szereted a Millennium Falcon? Tessék, itt van, csodaszép, vadi új, wow, repül. Szereted Han Simlish vigyorát? Minden második jelenetben megkapod. De tényleg, a srác annyiszor vigyorgott ilyen Simlishen, hogy már itt a fejemet fogtam, hogy jó, kicsit sok lesz. Minden jelent azért van, mert a készítők végig gondolták, hogy eddig mégis mi az, amit szerettek a nézők, meg mi az, amit elvárnánk Han Solo-tól, és akkor szépen ott úgy odaadagolták neked. Szóval nem tudom, ez egy ilyen iparos munka volt. Én nem fogok veletek egyetérteni. Szerintem rohadt nagy probléma veletek az, hogy felnőttetek. A Star Wars az nekem mindig Star Wars marad, ha meghallok egy Star Wars ihletésű John Williams által komponált betétdalt, akkor feláll a hátamon a szőr. Én a boldogságtól örülök neki, örülök, hogy ebben a világban történik valami. Szerintem korrektül össze lett rakva ez a film, szerintem az elvárásokhoz képest messze menőleg túl teljesített. Nem lehet egy kalap alá venni az egészet. Ti mindig azt várjátok, amit már megkaptatok valamilyen szinten, vagy hogy arra pakoljanak rá valami nagyon, nagyon durva extra dolgot. Én azt gondolom, hogy a 77-es filmtől elkezdődően, ugye a klasszikus trilógia, az hozott valamit. És ugye ott az akkori korban is már vitatkoztak már a Jedi visszatér kapcsán, hogy az evókoktól elkezdve, hogy ezek mit keresik itt, hogy vannak, stb. Majd évekkel később ez is ugyanolyan klasszikussá vált, mint mindegyik másik. Én nagyon szerettem azokat a filmeket, és most is szeretem őket, és azt gondolom, hogy van benne Star Wars. Még lézerkard is van benne, és ez most egy óriási nagy spoiler volt szerintem. Jó volt a története neki, szerintem szórakoztató volt, még a szinkron hanggal is meg tudtam barátkozni, pedig én ettől féltem, és nem is, és mindig nem az igazi, de maga a történet szerintem jó volt. Azzal egyetértek veletek, hogy a legkevésbé Star Wars-os Star Wars film, de mégis az, és szerintem jók voltak a színészi játékok, nekem legalábbis tetszett, jók voltak a poénok, kellő mennyiségben voltak benne, jó volt a zene, szerintem nem volt össze-vissza találva, és egy kicsit úgy csinálták meg ezt a filmet, mint hogyha várnának arra, hogy ez most bejön a rajongóknak, vagy nem. Ha bejön, akkor ebből még akár tudunk még egyet legalább, de lehet, hogy még kettő filmet legyártani. Tehát ezért hagytak benne nyitva kaput ilyen szempontból. Úgyhogy érdekes. Mondom, én szeretem ezt a filmet, meg fogom még nézni jó párszor szerintem. Még csak egyszer sikerült megnéznem, de örülök, hogy látni. Félreértettél, tehát hogy szerintem is meg volt benne a Star Wars adása, sőt, tehát én sajnos nem tudom kikapcsolni a rajongó énemet, és ahogy mondtad, ahogy felcsendül a zene, ahogy meglátom ezeket, én is így átmegyek fanba. Tehát mindenok ellenére, hogy azt mondtam középszerű, én is élveztem, és imádtam, mint ahogy imádok minden Star Wars-t.
kivéve a karácsonyi különkiadás, de az egy más kérdés. Tehát megkaptam, amit akartam igazából, mert és szerintem erről is érdemes szót ejteni, hogy látják azt, hogy egy-két új dolog, amit próbáltak, az nem jött be, és nem tudom, megfigyeltétek-e, bár emiatt a Benny engem nem szokott szeretni, de ugye én oda vagyok azért a könyvekért és a képregényekért is, már a Star Wars témájukért, és elég sok mindent most a kánonba átemeltek még a legendákból. Gondolok itt például a Csubi kiszabadítására, gondolok a Kirára, és ezek működtek. Ami egyébként még szintén ilyen beindította így a bennem élő font, meg a bennem élő gyereket, amikor Szóló beállt és lőtte a lézerpisztolyával, akkor az egy az egybe Harrison Ford volt. De tényleg nem tudom, figyeltétek, hogy egy az egybe úgy állt be. Tehát rengeteg minden volt, ami miatt imádtam. A szereplők szerintem abszolút működőképesek voltak. Élden teljesen adta, hozta ezt a szólóféle, ahogy te mondtad, hamiskás alakot. Woody Harrelsont nem értem, sokan szitták, nem értem, miért, szerintem tök jól alakított. A sárkányok anyja az abszolút hozta, amit hoznia kellett. Donald Glover pedig ilyen, tényleg, mint Lando fiatal korában, tehát mindenki igazából hozta, viszont rajtuk kívül nem volt senki. Tehát rajtuk kívül kb. Statiszták voltak. És amit hiányoltam, például, ha már itt egy főgonoszra akarják így építeni, hogy ott van ez a Gridden Voss, mint gonosz, akkor legyen már egy kicsit tényleg olyan, hogy hú, mert ugye ha belegondolunk, volt nekünk egy Darth Vaderünk, és nem véletlen, amit mondtál, hogy a végén ugye megjelenik a fénykard, tehát hogy nem véletlen szerintem, hogy berakták a végén, kimondhatjuk, spoilerezhetünk? Persze. Tehát nem véletlen, hogy Maul megjelent, tehát hogy nem véletlen, hogy berakták Mault, mert Gridden Voss egy... Kettő jelenete volt. Meg nem is az, és kövezzetek meg, de nem volt súlya, tehát annak a karakternek. Tehát beállították, hogy ilyen olyan félelemetes, és rád néz, és az elején meg is ölt egy köztisztviselőt, de úgy néztem, és azért meglátok egy Darth Vadert, vagy egy Mault, vagy akkor egy klónadmirálist, hogy akkor ne csak erőhasználókat mondjak, és akkor összecsinálom magam. De Gridden Voss egy kis főnök. És ezért örültem egyébként a Mólnak. Tehát félre ne értsél, Peti, én imádtam végig, csak mindezek ellenére valami hiányzott belőle. Mai napig nem tudom megmagyarázni, hogy mi, de valamit hiányoltam belőle. Valami nem volt ott a helyén. Szerintem a fiatal Han Solót úgy hívják, hogy Alden Ehrenreich. Köszönjük. A sárkányok anyját Emilia Clarke-nak, avagy Kirának, ha már nagyon ragaszkodunk a filmbeli szerepéhez. És igen, de miért nem beszél egyébként arról senki, hogy milyen szépen összekötötte ez az animációs sorozatokat és most a filmeket. Hogy valahol szerintem ez egy tök jó átkötés és hídat, egy kapcsolatot jelenthet aközött, ami még egy Star Wars univerzumban is kevésbé ismert, és a filmek között, amire azért lássuk be, hogy szerintem akkor is elmennek az emberek, hogyha finnyuk nincs róla, hogy hol van Corellia. De egyébként igen, tehát nekem is voltak problémáim a filmben, hogy jó volt, megettem rá a popcornt, megiszogattam rá a kólát, de valahogy nem hagyott bennem egy olyan nagyon mély érzést. Emilia Clarke-nak a játéka, hát bocs srácok, de szerintem semmi, száraz, abszolút, tehát hogyha ott nem Emilia Clarke játszott volna, hanem egy tök ismeretlen B-kategóriás színésznő, ugyanígy elvitte volna ezt a szerepet. Viszont Alden Ehrenreich szerintem zseniális volt Solo szerepében. Egy pár folytatás ennek a filmnek, és szerintem megtaláltuk a következő igazi Han Solót, amit azért lássuk be, hogy ilyen karakter egyezések nem igazán voltak az elmúlt időszakban. Volt egy pár, Deadpool, Ryan Reynolds, Robert Downey Jr., Iron Man, de szerintem teli találat lehet, és vannak olyan megmozdulásai, olyan arcjáték, amiről azt tudom elképzelni, hogy igen, ő Han Solo, az a csibész, az a kis örökké plusz egy kérdés, mindig ő zárja le, és ő lő először. Úgyhogy jó volt, de fanservice is elég rendesen benne volt a filmben. Nem tudom, azt néztétek-e, hogy a Gridden Voss-nak, illetve Paul Bettany-nak a szobájában, vagy a kis irodájában miféle tárgyak. Igen. Hát igen, ugye a páncél, a mandalori páncél, de például ott volt egy Jedi holokron is, azt nem tudom, hogy észrevettétek-e. És hogy miért van ennek jelentősége, hogy ez a jövőre való tekintetben mit tartogat?
hogy ugye tudjuk, hogy készülőben van, vagy tervben van, hogy fogalmazhatok, Benny, egy Boba Fett. Hát már be is jelentetik, most már főszereplőt keresik. Hogy mi az, amit elhozhat, hogy Mandalóriak, Boba Fett, ugye a Jedi Holocron, Maul, onnantól fogva, hogy a Maulnak a kapcsolata a Mandalóriakkal, szerintem ez egy gyönyörű évet tud elkészíteni az elkövetkezendő évekre és folytatásokra való tekintettel. Én csak várni tudom azt, hogy mit akarnak ebből kihozni. Igen, megvoltak azok az alapdók, amiket elvárnak a rajongók, most már sajnos, vagy nem sajnos, és ez egyfajta bilincs szerintem a készítőknek. Tehát mindenkinek megpróbálni, megfelelni egyszerűen képtelenség szerintem, és ahhoz még legalább egy órát rá kellett volna szállni a filmre, aminek én kimondottan örültem volna egyébként, bár nekem tetszett. A főgonosszal nem nevezném főgonosznak. Tehát ő egy gonosz ember volt, akire ugye voltak utalások is, meg ki is derült, ugye, hogy ő csak egy ilyen kis alvezér, vagy algonosza ennek a világnak, és kiderült, hogy tulajdonképpen Maul az, akit szálakat mozgatja. Ezzel nem volt gond, és még egyszer úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, mint ahogy a szuperhős filmeknél is, amikor bemutatnak egy szuperhős az első alkalommal, akkor megmutatják, hogy kaptam a különleges képességét. Itt meglátjuk azt, hogy hány szólóhoz jutott hozzá a Millennium Falcon, hogy alakult át a Millennium Falcon, hogy találkozott Csubakkával. Tehát ezek a dolgok azok, amik miatt lehet, hogy úgy gondoljátok, hogy középszerű, meg a sok pipa, meg egyéb szempontjából, nem tudom. Én még egyszer azt tudom mondani, hogy nekem tetszett, és tök jól összerakták ezt az egészet. Az átkötések tényleg így a képregények kapcsán szerintem nagyon jók voltak, az utalások szerintem jók voltak, és abban is biztos vagyok, hogy meg kell nézni még kétszer-háromszor a filmet, hogy egyéb dolgokat is észrevegyünk, amiket egyébként most elsőbbikre nem biztos, hogy sikerült. Ugye 3D-ben láttuk a filmet, és ugye 3D-ben elég sötét voltak a színek. Engem nagyon sokszor zavar egyébként emiatt a 3D-s filmeknek a nézése a moziban, mert legtöbbször sokkal sötétebb képeket látunk, és nem mindig lehet észrevenni az egyéb utalásokat, easteregeket, stb. Úgyhogy tetszettek ezek a fajta pluszok, én is észrevettem a Holocront, ezek is tök jók voltak, bár vártam még egy Boba Fett feltűnést esetleg, aztán lehet, hogy ott volt, csak mi nem vettük észre. Valahol szerintem jól összerakták ezt a részét a dolognak, és még egyszer mondom, én úgy érzem, hogy ez mintha egy újabb trilógiának, vagy valaminek így a kezdő darabja lenne. Hát ezt be is jelentették, hogy trilógia lesz. Én ezt nem olvastam, meg nem hallottam erről, de simán el tudom képzelni, és egyébként örülök is neki, mert szerintem ebből ki lehet hozni egy újszerű, egy jó dolgot, ami tulajdonképpen a Star Wars-nak a világába játszódik, és megmerem kockáztatni, lesz, mint a főszál. Erre én is gondoltam, hogy valahova akarják vinni, csak attól félek, hogy nem lesz belőle semmi. Tehát nagyon reménykedem, hogy tényleg a Maul felhozása az nem egy Disney reklám volt, hogy nézzétek meg a sorozatot, hogy tudjátok, hogy mi van, hanem tényleg akarnak vele kezdeni valamit, ennek nagyon örülnék. A másik meg, hogy szerintem az külön, hát nehézé tette az elkészítést, vagy hogy nem is az, hogy nehézé, hanem hogy problémássá, hogy ez egy abszolút személyközpontú volt, és amit a Benny mondott, hogy kicsit a tehát jobban rámentek a személyre, Han Solo-ra, és a történetre meg nagyon kevésbé. Most még nem tudom megmondani, hogy ez mennyire volt pozitívum. Ha tényleg lesz ennek kifutása, és tényleg a történetet tovább gondolják, akkor azt mondom, hogy oké. Akkor megvan minden bocsájtva, és oké. Tényleg az volt, hogy nagyon ki akart szolgálni mindenkit, és ez tényleg problémás. Viszont ami pozitívum, nem tudom, hogy ez mennyire érdekelte bárkit, de végre újra visszahozták az idegen fajokat. Tehát igen, ez nekem is hatalmas nagy pozitívum volt. Igen, tehát, az utolsó Jedik után végre igen. Tényleg nagy volt az univerzum. Igen. Tehát nem csak emberek élnek a messzi-messzi galaxisban, hanem végre újra idegen fajok, bár egyik ismerősöm megjegyezte, hogy ő szívesebben látta volna, és igen, hogy ő is felült volna a nosztalgia vonatra, és szívesebben látta volna egy-két végét. Tehát ugye a Twi'lekeket láthattuk, de ennyi. Tehát azt hiszem a régi fajok közül egy másikat se hoztak vissza, egy Csubakka kivételével természetesen, már mind a Wookiee kivételével természetesen, és aminek én még nagyon örültem, és akkor én mondom ki, annyira örültem Maulnak a végén. Tehát megmondom őszintén, és ez az, ami miatt átértékel mindig azt az egész filmet, hogy az a pár másodperc, az így felejtetett kb. Mindent. Ez körülbelül olyan volt nekem, mint emlékeztek a Zsivány 1-es végén megjelent Darth Vader, és vitte a hátán mindent, amit lehetett. Na nekem ez most Maul volt, és annyira örültem neki, és amit a Jancsi mondott, a Peti mondott, hogy még egy óráig el tudtam volna nézni, hogy hú, mi lesz akkor Maullal. És egyébként érdemes megnézni, hogy kerül, mert ismerős mondta, hogy jaj, most akkor föltámasztották, jaj,
brazil szappanopera, hogy föltámasszák a halottat, meg mit tudom én. Érdemes megnézni a sorozatot, hogy mit is keres itt Mol. Tehát szerintem tök jó kitalálták. És örültem neki, hogy újra kezdenek vele valamit, mert a bajós árnyak legnagyobb hibájának azt tartom, hogy Darth Maul meghal. Én bocsánat, hogy úgy csináltak, mintha Darth Mault kinyírták volna. Mi már tudjuk ugye, hogy nem, de nem szabadott volna őt veszni, hagyni annak idején, úgyhogy én örülök, hogy megjelent újra. Akkor örülök jobban, hogyha tényleg kezdenek valamit, és nem csak az, hogy a bennem élő sikítozó rajongót kicsit megpiszkálták, tehát tényleg akarnak majd vele valamit csinálni, annak örülnek. Nekem nagyon nem tetszett ez a rész, mármint Darth Maul része. Szóval Darth Maul már a sorozatokban is azért kapott annyi szerepet, ezt ugye ki is mondták, mert a rajongók követelték és imádták. Az már egy más kérdés, hogy én miért izguljak két olyan karakter jövőbeni összecsapása miatt, akiknek kb. Az egész életpályáját ismerem. Tudom, hogy Darth Maul és Han Solo is hova fog eljutni, hogyan fog oda eljutni, mik történtek velük, apró részletességgel. Így az ő összecsapásuk, a jövendőbeli közös filmjük csak egy lábjegyzet lesz, ami semmi, de tényleg semmi befolyással nem lesz az elkövetkezendő történetekre. Innentől viszont engem nem érdekel az egész. Ráadásul miért izguljak? Tudom, hogy Han Solo-val nem történhet semmi, tudom, hogy Darth Maul-val nem történhet semmi, tudom, hogy Darth Maul hova ment, mit csinált, hogy halt meg, tudom, hogy Han Solo hova ment, mit csinált, hogy halt meg. Sokkal jobban érdekelt volna mondjuk az a rész, hogy hogyan lesz Jabba a Hutt-tal olyan jóba Han Solo. Ez a és engem mondjuk jobban érdekelt volna. Az, hogy behozták Darth Mault, az számomra azért egy kicsit pofátlanság, már bocsánat, hogy így fogalmazok. Az olyan rajongók, mint ti, vagy mondjuk én, az tisztában van vele, hogy Darth Maulnak milyen szerepe volt a korábbi filmekben, Darth Maulnak milyen szerepe volt a sorozatokban, mi történt, miért van neki most itt robotlába, mégis hogy került ő ide. Az egyszeri mozinéző, és most itt Vivire utalnék, aki miután megnézte a filmet, odaírt, hogy srácok, ő Darth Maul, ő most mégis mit csinál itt, vagy hogy, miért van itt? És Bokinak a válaszát idézném, hogy ó, csak meg kell nézned nem tudom hány évadnyi sorozatot, meg utána kell olvasni, és meg kell csinálod ezt, meg azt, meg amazt. És most tudom, hogy senki nem fog ebbe egyetérteni velem, de az egyszeri mozinézőnek a szemüvegén keresztül kell nézni ezt a filmet, hogy ha neked egy film élvezhetősége és érthetősége onnantól válik érthetővé, hogy utána meg kell nézned egy 3 évadnyi animációs sorozatot, meg utána kell olvasnod nem tudom hány könyvet, az a film önállóan nem jó. Ott van a Marvelnek az összes filmje, amiben valóban behoznak új karaktereket, de ezeket az új karaktereket is, amikor bemutatják, szépen lassan felvezetik, szépen lassan megismertetik veled az egész dolgot. Nem csinálnak olyat, hogy a semmiből előrángatnak egy szereplőt, akiről egyébként már forgattak egy 3 részes sorozatot, és akkor most bedobják ide, hogy na egyébként, ha nem ismered, akkor nézd meg a sorozatot. És amikor feltűnt Darth Maul, akkor így a bal vállamon ott feltűnt Mickey egér, és elkezdte így a fülembe suttogni azt, hogy nézd a Disney Channel-t, nézd a Disney Channel-t, nézd a Disney Channel-t, és kb. Ennek ennyi értelme volt. Tök jó, hogy ott volt Darth Maul, először, amikor megjelent, akkor én is úgy voltam, hogy basszus, de jó, tök jó, imádom! Aztán utána végig gondoltam ezt az egészet, és úgy voltam vele, hogy basszus, hát ez így baromi ciki. Úgyhogy nekem igazából erről ez a vélemény. A barátom is azt kérdezkedt, hogy mi volt ez a Darth Maul dolog, meg ő most ki volt, ő volt az első részben. Ó, mondom, igen, kicsit mondom, csak meg kell nézned az animációs sorozatot, megint, nem érdekel. És nagyon sokan lesznek ezzel így. Pont ettől tartottam egyébként, és egyet is tudok veled érteni abban, hogy aki bemegy a moziba, és ha onnan akarom ezt a filmet értékelni, hogy én előtte sose láttam azt a 6 évadnyi Star Wars klónok háborúját, akkor nem fogom érteni, hogy a végén az a főgonosz, akit most behoztak, az miért olyan jelentős. Innentől fogva viszont az egész film az elveszti ezt az ívét tulajdonképpen, tehát ahol a semmiből eljutsz a valameddig, és a ráébredésig arra, hogy kivel állsz szemben. Jó pofa azoknak, akik értik, de akik nem értik, nekik, hát nem tudom, nehéz dolguk lesz. Hát akkor Peti fel van adva a lecke, meg kell védenünk a becsületet. Pár hozzáfűzni, először is egy kötekedéssel kezdeném, mert mondtad, hogy persze nyilván ezt nem gondolom komolyan, de ugye mondtad, hogy mert hogy tudod, nem érdekel az összecsapás, mert nagyon jól tudod, hogy Han Solo hova jut, Darth Maul hova jut. A Zsivány 1-esnél is nagyon jól tudtuk, hogy mi fog történni. Komolyra fordítva viszont a szót, hogy én kifejezetten örülök annak, hogyha több utalás van, tehát ahogy, vagy hogy nem is, hogy több utalás, hanem ha hozzákötik egy sorozat, hogy egy könyvhöz.
És én tudom, és abban igazad van, hogy egy filmnek önállóan kell megállni a helyét, mert szabály szerint úgy jó. Én viszont, már bocsánat, én ezt teszek magasról, nekem jó a film, hogyha önállóan megállja a helyét, de ha kell hozzá sorozatkönyv, én annak megmondom őszintén, lehet rosszul vagyok összerakva, de én ennek kifejezetten örülök, hogy még jobban kitágítják azt a világot. Lehet azért van, mert ha kell, én le tudok ülni, hát és ha nem is egyszerre, de több tucat órán keresztül is tudnám nézni a Star Wars-t. Nyilván nem fognak ennyi filmet adagolni nekem. Tehát én például ennek így kifejezetten tudok örülni. A másik pedig, hogy mondtad, hogy múlt azért kellett berakni, hogy azért hozták vissza a sorozatba, mert a rajongók követelték. Igen, de hogy miért? Tehát, hogy a Star Wars, az legyünk őszinték, illetve hát nem is az, hogy legyünk őszinték, tudjuk, hogy a Star Wars az egy mese, ami a jó és a gonosz küzdelméről szól. A probléma az, hogy nem volt gonoszuk. Tehát legyünk már őszinték, meddig kell visszamenni, hogy találjunk egy Star Wars gonoszt. Sőt, egyébként tovább megyek, ha Thanos-t nem nézzük, a Zsivány 1-esig vissza kell menni, hogy a filmekből előszedjünk egy főgonoszt, és a Zsivány 1-esbe is Darth Vader, ugye a régi. Tehát szüksége van a Disneynek, és szüksége van a Star Warsnak Maulra, mert egyszerűen nincs karakteres főgonoszuk. És ha most megint csinálnak újat, akkor megint beleesnek abba a hibába, hogy jaj, azt is ki kell dolgozni, stb. És nem biztos, hogy össze fog jönni. Tehát ezért kell Darth Maul, kell az ellensúly, mert a jó ott van. Na de hol a gonosz, akivel küzd? És Kelmúl, és én imádtam, hogy ott volt, és mondom még egyszer, én tudom, hogy rosszul vagyok ilyen szempontból összerakva, de ödülök, hogyha meg kell néznem egy sorozatot, és el kell olvasnom 10 képregényt, hogy értsem. Tudom, hogy így a film igazából önmagában nem állja meg a helyét, csak értem, én csak nem érdekel. Miért nem állja meg a helyét, és akkor inkább a Benékre reagálnék ebbe a dologba, hogy akkor a régi, illetve az új trilógiának, az 1-3 résznek sem volt tényleg semmi értelme. Hát pontosan tudtuk azt, hogy Darth Vader, vagy hogy mi lesz, hogy a Palpatine szenátor az tulajdonképpen Palpatine császár lesz majd. Tehát mindenki tudta, hogy pontosan hogy fog az egész dolog lezajlani. Ennyiről akkor ott se kellett volna izgulni semmit. Hát most is egy új dolognak az elején vagyunk. Tehát az, hogy belopták itt a Darth Mault, egyrészt egy rohadt nagy húzás volt szerintem, másrészt meg honnan tudjuk, hogy mit hoznak ki belőle. Tehát erről a mesében sem volt olyan fajta visszautalás, hogy most akkor neki köze van ehhez a szóló dologhoz, mert ott is jó pár évek teltek el. Tehát ez tökéletesen beilleszhető dolog lehet. Tehát láttuk Darth Mault ugye a Klónok háborújába, ott tulajdonképpen láttuk, hogy mi lett belőle. De kérdem én azt, kit érdekel? Tehát mondjuk a régi trilógiában is ott volt a Palpatine a Birodalom visszavágba, amikor ugye az első részben itt hallottunk, hogy persze van egy császár, és fogalmunk nem volt róla, hogy az mit keres ott. Majd a Birodalom visszavágba megjelent, ugye, amikor Darth Vader jelentett neki egy pár másodperc elejéig, és senkinek nem volt ilyen fajta felháborodása. Majd itt meg felháborodunk, hogy megjelenik egy szereplő ebbe a dologba, és hogy az micsoda rossz, mert tudjuk, hogy mi fog ebből az egészből kijönni. És igen, mondtad azt, hogy igen, mert akkor súlyát veszt a film. Miért veszti súlyát a film? Hát te magad mondtad, hogy a trilógiát akarnak ebből kihozni. Akkor ennyivel az összes Hobbit film, a Gyűrűk urától elkezdődik, ott mind dobjuk ki az első rész után, mert tudjuk, hogy mi lesz belőle. Mert akik például olvasták a könyvet, akkor azok mennyire előre jártak. Tehát ezzel nem értek egyet, srácok, sajnálom. Szerintem ez egy nagyon jó dolog volt, a Bukival tudok egyetérteni, hogy ez egy jó pillantás volt, igen, örülünk nekik, mint régi rajongók, és pontosan emiatt várunk, most már akkor méltan várjuk a következő részeket, hogy akkor ebből most mit is fognak kihozni, hogy hogyan építették be a Darth Mault, és egyetértek a Wookie-val ezzel, azzal kapcsolatban is, hogy tök jó, hogy a Darth Mault jobban meg fogjuk ismerni, és nem kell ahhoz a meséket ismerni, és tudni, hogy alakult, vagy hogy nem alakult, és biztos vagyok abba is, hogyha ugyanez a rendező fog ülni a székbe a következő két résznél, akkor ez tökéletesen össze fogja rakni, szerintem. Csak szerintem, amire egyébként a Benny gondolt, és ebben valahol bizonyos mértékben igaza van, hogy ha Darth Maul jelentőségéhez és karakteréhez nézzük, vagy mérjük Dryden Vossnak a karakterét, akkor azért az elég hangsúlytalan, és a mérlegnek az egyik oldalára átbillen elég erősen a Darth Maulnak a karaktere. Tehát akkor viszont ennek a filmnek nem igazán volt rossz oldala. Pont erről volt szó, hogy ez a Dryden Voss, ez egy kis fickó ebbe a játékba, és van egy, aki a háttérből a szálkat mozgatja, akire igazából a végén rá is jött, hogy ki az, illetve megmutatták, hogy ki az. Itt nagyon kiforgattad a szavaimat, és most akkor hadd mondjam el, hogy mégis hogy értettem. Az, hogy tudtuk azt, hogy mégis Darth Vader
Skywalker lesz Anakin Skywalkerből, attól függetlenül az egész történetszállal nem voltunk tisztában, hogy hogyan jut el odáig a dolog. Az egy érdekes dolog, hogy bemutassák, hogy mégis hogyan jut el odáig a történet. Az, hogy tudtuk, hogy a Hobbitban mi fog történni, az is egy érdekes dolog, hogy hogyan jut el odáig a történet. Viszont itt van nekünk egy karakterünk, aki konkrétan 6-8 évadnyi sorozatban szerepelt? Hát konkrétan tudom azt, hogy minden mozzanatát az életének. És hogyha csak annyit tudtam volna Darth Maulról, hogy Obi-Wan Kenobi félbevágja, aztán utána meg egy évadban bemutatják, hogy hoppá, visszatért, és leszúrta a végén Obi-Wan Kenobi a mesébe, és akkor azon kellene gondolkodnom, de mit csinált itt így ezek alatt az évek alatt? De nem ez van, hát konkrétan ő főszereplő volt minden mesében. Tudom azt, hogy mit csinált miután kimászott abból a lukból félbevágva, tudom azt, hogy mit csinált miután összeakadt az uralkodóval, tudom azt, hogy mit csinált Ezráékkal, tudom azt, hogy mit csinált újra Obi-Wan Kenobival, tudom azt, hogy mit csinált az öreg Obi-Wan Kenobival, kb. Mindent tudok róla. És 5 évadot, vagy akár többet is kaptam Darth Maulból. Ez nem ugyanaz, mint hogy azt mondom, hogy ja, de hát tudtuk, hogy mi lesz Anakin Skywalkerrel. Oké, de nem volt arról tudomásom, hogy mégis hogy megy odáig a történet. Darth Maulnak az egész életútján bemutatták egy sorozatban, ami egyébként most itt ugye be is hozták a filmes kánonba, tehát mindaz, ami a sorozatban történt, az ugye megtörtént a Star Warsnak a világába. De innentől kezdve teljesen súlyát veszti a dolog, mivel életének az utolsó, nem is tudom, 3-4 évét az végig hozza a legújabb Star Wars sorozat, amiben egyébként az utolsó utáni pillanatig még csak semmi utalás nincs arra, hogy ja, egyébként korábban ő a Han Solo-val összeakadt, és mennyire fontos volt az, hogy odáig jusson. Nem! Tehát említés nincsen róla, pedig aztán 3 évadot kaptunk abból a sorozatból is, és 1 évadot biztos, hogy szerepelt benne Darth Maul. Szóval nem azzal van a probléma, hogy ja, hát tudom, hogy mi fog történni. Nem, azzal van a probléma, hogy ennek a karakternek az életének a kb. Minden aspektusán bemutatták egy sorozatba. És akkor most itt így kitaláljuk, hogy ja, egyébként nem, mert volt egy rész, amikor Han Solo-val találkoztak, és bár semmi olyan nagyobb nagy dolog nem történt, de azért mutassuk be egy trilógiába. Legalább akkor találtak volna ki valami olyan dolgot, ami miatt lehet izgulni. De most itt miért izguljak? Tudom, hogy Ezráékkal találkozni fog, tudom, hova vezet ki a dolog, és nem az pedig, hogy nem tudom, hogy mi történt vele. Francokat nem. Kb. Minden mozzanatát tudok az életéről. Han Solo-val nem akadt össze. Max a nevét hallotta, tehát nem tudjuk, hogy az ő kapcsolatuk az hogy fog kinézni. A másik pedig, hogy nagyon is van neki egy üres része, egy fekete lyuk az ő sztoriába. Hát azt hiszem a Clone Wars sorozatban úgy fejeződik be, hogy Palpatine elkapja a Darth Mault. Ezrával pedig úgy találkozik, hogy már nem fogoly. Na most a kettő között rengeteg minden történt, és az nem egy év, az több évnyi idő. A képregényekben egyébként van rá utalás, csak az pedig legenda, tehát az a kánonban nem hivatalos, tehát nincsen benne a Star Wars jelenlegi Disney által elfogadott hivatalos világába. Úgyhogy, de ott igenis van több évnyi érdekesség, és engem pedig érdekel, hogy történt. Tehát ugyanúgy, ahogy mondtad, mert ott kíváncsiak voltunk, hogy hogyan történt. Itt is lehetünk rá kíváncsiak, mert van egy csomó üres rész, ami nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi történt ott. Engem speciál érdekel, hogy az ő sorsa. Aztán, hogy téged nem, az egy másik aspektus, meglátjuk. Tehát szerintem ez sülhet el jól. Ez megint egy tök jó vitaindító alap lehet ebbe a dologba. Én megmondom őszintén, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt az egész dolgot hogy fogják megcsinálni. Az is lehet, hogy neked lesz igazad, és ez egy rakás kaki lesz egyébként, és rosszul fogják összerakni. Én, mint tényleg ős Star Wars rajongó, én nagyon bízom benne, hogy ebből akkor egy jó trilógiát fognak kihozni. Én amúgy biztos vagyok benne, hogy a Maulnak a Mandalorian éveit dolgozzák fel. Hát mikor máskor volna a legjobb időzítés, mint akkor, amikor csibészekről beszélünk, és siványokról, és csempészekről. Tehát azért itt szerintem egész jól össze lehet akasztani a mandalóriakat a kedvenc koréliai zsiványunkkal. Úgyhogy erre kíváncsi leszek. Viszont érdekes lehet az a felvetés, hogy esetleg a következő filmet ne utána, hanem még előtte próbáljuk meg így prognosztizálni, hogy milyen lesz, vagy éppen nem. Minden esetre szerintem sincs ebben ennyi, tehát meglátjuk majd, hogy mit hoz a következő rész. Amit én már nagyon régóta mondok, hogy rosszul fogja meg a Disney a Star Wars világot. Nem szabad csinálni, hogy az ismert univerzumba, mármint hogy az ismert időségbe turkálunk bele. Mert akkor mindig lesznek fanyalgók, vagy mindig lesznek kötekedők, és így tovább.
Nem, előre kell menni pár, mondjuk egy pár tucat évet, amikor már Luke Skywalkernek csak az emléke van meg, vagy vissza kell menni 10 000 évet, 1 000 évet. Annyi jó sztori lenne, és annyi jó feldolgozni való történet lenne, és akkor nem lenne probléma azon, hogy hú, Han Solót nem így ismertem meg 30 éve. És szerintem ezzel lehetne tényleg egyébként megoldani az ilyen Star Wars problémákat, hogy amit én már nagyon régóta mondok, hogy ne ebbe az időségbe turkáljunk, hanem menjünk el máshova. Vagy nagyon előre, vagy nagyon régre. És akkor szerintem megoldódnak ezek a problémák, és nem lesz az, hogy így ismertem meg Han Solót. Nem, mert hogyha visszamegyünk 1000 évet, vagy visszamegyünk több száz évet a mandalóriai háborúkig, a Sith háborúkig, akkor úgyse ismerünk senkit, akkor ott mindenki tök új lesz. És akkor lehetnek új Harrison Fordok, lehetnek új Mark Hamillek, és nincs az a békjó, ami az egészet visszafogja. Nincs az a kötelezettség, ami az egészet visszafogja. Poki, jól zártad a történetet, szerintem ez teljesen jó volt, így, és erre várunk már, évek óta erre várunk, hogy lépjünk ki ebből a dimenzióból, és jelenjenek meg új Skywalkerek, vagy ne Skywalkernek hívjuk őket, hanem új hősök, új karakterek, új színészek. Igazad van, Boki, teljesen. Ez volt az Így jártam a Wookieddal, úgyhogy a másik filmünk pedig a héten az a Batman Ninja volt, amit Boki és Ádám látott. Maga a film az ott kezdődik, hogy Gorilla Groddal harcol a Batman, és a harc közben egy félrejúknak, vagy egy időkapunak köszönhetően az egész Arkham épület visszakerül a feudális Japánba, és mivel Batman volt ennek az átjárónak a peremén, ezért ő 2 évvel később érkezik meg, mint ugye a többi szuperhős a Batman univerzumban, beleértve Nightwinget, vagy Red Hoodot, vagy ugye éppen magát Robint, Catwomant, Alfredot. És mint kiderül, Joker átvette az irányítást a Daimyo hatalom fölött, és az összes főgonosz, az tulajdonképpen egy-egy vazallusát játsza, úgyhogy Gorilla Grodd, Harley Quinn, két arc, vagy éppen Deathstroke, és ez az egész film, ez egy nagy káosz tulajdonképpen, azt kell, hogy mondjam, mert igazából a története egy mondatban összefoglalható, ugyanaz, mint ami az összes többi Batman filmben is van, Batman harcol Joker ellen, és tulajdonképpen ennyiről szól a film, ami viszont egy nagy különlegességét jelenti, sajnos nem jó viszonylatban, az, hogy mintha maguk a készítők sem tudták volna eldönteni azt, hogy most mit akarnak csinálni, egy paródiát a Batman filmekből, vagy végre valami jó vizuális effektekkel rendelkező animációs filmet, mert azért technikailag hiába voltak az elmúlt időszakban is nagyon jó Batman animációs filmek, azért az összes közül én azt gondolom, hogy ebben vannak a harcok a legjobban megvalósítva. Vannak azért hibák, nagyon nagy hibák, többek között az, hogy rettentően hódolni akartak a japán anime kultusznak és anime feature-öknek, úgy mint a meháknak, a ninjáknak, a különböző összefogó beszédeknek, ami sajnos nem tett jót a filmnek az átlagának. Nem tudom, te hogy láttad, Boki? Hát amit te kiemeltél, a vizuális részét, az abban egy az egybe egyetértek veled, gyönyörűen van megrajzolva. Egyébként nem véletlen, mert itt feltűnik ugye Takashi Okazaki, jól mondtam, Ádi? Jól mondtam ki a nevet? Elképzelhető. Ja, az ő nevéhez fűződik az Afro Samurai. Na most aki látta az Afro Samurai-t, az tudja, hogy azért érti a dolgát a jó ember, és ezt a tudást azt hozta ide a Batman Ninjába is. Viszont a többi részben nem tudok egyetérteni vele, tehát nem káosz, anime. És az tény, hogy az anime elemeket nagyon áthozta, de nem véletlen, ezt akarták csinálni. Tehát igen, ott vannak a mehák, tehát aki nem szereti az animéket, az ne nézze meg ezt a Batman Ninjat, mert az azt fogja rá mondani, egyszer, hogy fú, de gagyi. Így egybe. Tehát, mert ha jól tudom, Benny és Peti, ti nem láttátok, igaz? Na, hogyha nem szeretitek az animéket, akkor ne is nézzétek meg. Tehát van az a pillanat, amikor Joker meg az összes többi főgonosz megnyomja a gombot, és az középkori japánbéri kastélyuk az egy robottá, ugye mehává alakul át, és ami benne van az animékben, ez a hú, majdnem legyőztenek, de akkor te
lépsz egy szintet, vagy levelt lépsz, vagy tovább fejlődsz. Tehát ezek az anime elemek tényleg itt vannak. De én viszont ezt nem hátránynak érzem. Az igaz, még egyszer mondom, hogy aki nem nagyon gezél a stílusért, az iszonyat gagyinak fogja találni. Én mondjuk oda vagyok az animékért, az biztos, hogy nem a legjobb példákat vették át. Tehát nem mondom, hogy ez a legjobb Batman animációs film, de nem mondanám, hogy a legrosszabb, tehát láttam már ennél rosszabbat. Ami nekem negatívum volt benne, hogy Grodon, Jokeren kívül ott van még Two-Face, Pingvin, Méregcsók, Deathstroke, egyébként Deathstroke-ot imádom, és ők nem csinálnak semmit kb. Ők csak vannak ott. És én ezt például sokkal nagyobb hátránynak tartottam. Egyébként nem magával a technikával, tehát az, ahogyan megrajzolták az egész filmet, volt a baj, vagy lett volna bármi baj. Azzal volt a probléma, hogy egészen egyszerűen olyan dolgokat próbáltak meg átvenni az animékből, amiknek szerintem egy Batman sorozatban semmi keresnivalója. És amitől nagyon szeretem Batmant, hogy egy DC, vagy egy Marvel univerzumhoz képest sokkal sötétebb és komorabb, az most ebben pont, hogy nem jött át. Tehát egy paródia volt gyakorlatilag az egész film, és ha már így megemlítetted, hogy ugye anime a világviszonylatban, tehát ami nem csak úgymond japán származik, azért volt ott mondjuk egy Cowboy Bebop, ami tökéletesen el tudta hitet magát velem, vagy volt ott egy Helsing, ami megint csak egy hasonló stílusú, ábrázolású sorozat, és mégis szerintem mind történetileg, mind megrajzolásilag nagyon jó volt. És egy nagy problémája volt szerintem talán pont a közepe tájékán, amikor megérkezik Red Hood, akkor van egy olyan rész, ahol egész egyszerűen nem tudtam mire vélni azt a stílust, amiben megrajzolták az adott snittet. Tehát egy teljesen eltérő stílus volt ahhoz képest, mint amit a filmnek a 98%-ában láthattál. Na igen, tehát én ezért mondtam azt egyébként, hogy nem biztos, hogy a legjobb animéktől vették át a példát. Tehát igen, egy Cowboy Bebop színvonalat egyértelműen nem ütött meg. De ugye mondtad ezt, hogy egyszer csak megváltozott a rajzolás. Na most be nem ugrik, melyik Batman animációs filmbe volt ez, de amikor Batman egy napját elmeséli 5 gyerek, hogy hú, én láttam a Batman. Nem tudom, azt láttad? Nem. 5 teljesen különböző rajzolási technikával, vagy animálási technikával készítették el. Tehát folyamatosan változott. Volt ilyen nagyon aprólékos, volt ilyen japán stílusú, volt olyan, aki tényleg ilyen tök elnagyoltan szinte foltok voltak. Nekem az a része is működött. Mondom, talán igen, talán az, hogy most, hogy így mondtad, hogy Cowboy Bebop például, igen, tehát így most, ha mellé állítom egy másiknak, akkor oké, kicsit lejjebb vitted a kedvemet tőle. Az tény, hogy volt benne nagyon sok gagyi dolog, az egy tény. De volt nagyon sok jó is, tehát aki nagyon anime rajongó, azt szerintem nyugodtan megnézheti, a sztori az tényleg abszolút egyszerű, tehát mint egy pofon, tehát még annál is egyszerűbb, de igazából működött, ha animeként nézzük. Nem mondom, hogy tökéletesen, nem mondom, hogy nagyon jól, de azért működött. Igen, és a harcok nagyon látványosak voltak. Igen, a baj viszont, igen. Hogy kevés volt. Igen, viszont én szerintem ezt próbálták kompenzálni azzal, hogy ami viszont volt, az tényleg még egyszer hangsúlyozom, talán az eddigi legjobb harcok voltak. Tehát ennyi close-upot és jól megrajzolt, itt ugye nem megvágott, de megrajzolt snitteket szerintem más animében nem is tudok most per pillanat egyet sem mondani, illetve bocsánat, de mégiscsak tudok egyet, és ugye épp az előbb említettük a Cowboy Bebopot, abban ugyanúgy volt egy olyan jelenet, aminél ezek a nagyon ráközelítős, rázumolós snittek voltak, most egészen konkrétan egyébként a filmről beszélek, abban ugyanez a megvalósítás volt, és nagyon-nagyon jól állt ebben a közelharci világban ez a fajta megvalósítás. Ez a része, ez nálam teli találat. Csak az a probléma, hogy minden más az nem. Tehát maga az alaptörténet, a dramaturgia már nem állja meg a helyét. A szereplők, hát Joker olyan volt, amilyen egyébként mindig, és az a baj, hogy semmivel sem volt különlegesebb, tehát még mindig nem tudja semmi überelni a számomra Batman játékokból, tehát számítógépes játékokból ismert Mark Hamill szinkron hangja által szponzorált megvalósítást, vagy karaktert, ahogyan például Poison Ivy vagy Gorilla Grodd sem volt, vagy hozta élet a szereplését. Minden esetre, aki viszont nagyon jó volt, és azt te is említetted, de
Deathstroke. Deathstroke nekem nagyon tetszett. Még akár egyébként Batman is azt mondom, hogy jó lehetett volna, viszont mindenki más úgy nem. Valahogy nem adta. Én az a baj, én pont azt mondtam, hogy én elnéztem volna még Deathstroke-ot inkább, meg a mellékgonoszokat. Mert azt sajnáltam, hogy például ők nem szerepeltek annyira. De abban igazad van, igen, hogy óriási pluszot ne számítsanak. De azt is azért hozzá kell tenni, hogy ugye ne egy ilyen teljesen újszerű dologra gondoljunk, tehát ugye azt tudjuk már, hogy a Wolverine-ből és az Iron Man-ből is már van anime sorozat egyébként, tehát ez nem egy új stílus, amit itt láthatunk. Ilyet már csináltak, hogy nyugati szuperhősöket felhasználták keleten, tehát. Ez így van, csak ugye említetted a Wolverine-t, tehát a Wolverine-nek megvolt az az előnye, hogy nem egy PG-13-as limitációnak, tehát ugye az erőszak megjelenítésének volt behatárolva, vagy által volt behatárolva. Tehát ott azért abban folyt a vér, abban volt erőszak, a belek röpködtek, és a szervek, meg testrészek hullottak porba. Itt viszont pont azért, mert egy nagyon nagy nézőközösségnek próbálták meg átadni, vagy eladni ezt a filmet, nem vehettek bele, vagy nem rajzolhattak bele ilyen jeleneteket, ami sajnos meg is látszik, úgymond a végterméken. Én szerintem sokkal, hogy mondjam, nyersebb és brutálisabb, és eladhatóbb lett volna ez a sorozat, hogyha egy sokkal kisebb nézőközönségnek csinálják és rajzolják meg, viszont őket maximálisan kiszolgálják. Így egy Cartoon Network-ös film lett belőle tulajdonképpen. Igen, most bólogatok, tehát valószínűleg tényleg ez volt a legnagyobb problémája, hogy ahogy te is mondtad az elején, hogy Batman az egyik legdarkabb szereplő, tehát ugye a Marvel-el ellentétben azért ő egy eléggé ilyen dark karakter, és ezt itt nem hagyták érvényre jutni. Tehát az utolsó nagy küzdelmet leszámítva tényleg, igen, tehát nagyon sokszor gyerekes volt. Ebbe abszolút igazad van. Erről kéne tényleg már leszokni, tehát én reménykedtem pedig benne, hogy az a folyamat, ami így már elindult vége, hogy végre merünk nagyobb életkorbesoroláshoz, az itt is lesz, de abban igazad van, hogy nem volt sajnos. Tehát, hát igen, ez a rákfelé az ilyen pénzes dolgoknak, hogy igen, tehát több pénzt akartak, és emiatt igen, eladták a dolgokat, hát nem a lelküket, de eladták a lehetőségeket. Mondod. Nem, ezt egyébként abszolút jól mondom, mert eladták a lelküket. Tehát a készítők azok azt gondolták, hogy majd, hogyha ezt megnézi mondjuk 10 millió ember a világ, a 10 millió emberben benne vannak mondjuk a 11-12 éveseknek, akiknek Batman címszóval el lehet adni ezt a filmet, akkor majd ők újzé emberenként, mit tudom én, $25 fognak keresni a bevételeken. De valójában a helyzet az nem ez. Tehát akkor lehet egy jó filmet és kultfilmet csinálni, hogyha nem feltétlen csak azoknak nézed, akik nem biztos, hogy fognak belőle érteni semmit. Igenis azoknak is, vagy azokat is ki kell szolgálni, és azoknak is csinálni kell egy filmet, főleg a DC-nek a legdárkosabb karakterével, aki mondjuk nem arra kíváncsi, hogy csak beszélgetnek egymással a Batman és a Joker, hanem tényleg az, hogy adott esetben az utolsó vérig és az utolsó, tehát a halálukig küzdenek. Én erre lettem volna kíváncsi, egy tényleg dárkos, és hozzáteszem még egyszer azt, hogy nem attól lesz Batmannek a karaktere és a történetvezetése dárkos, hogy bárki is meghal bent, hanem hogy ott komoly dolgokról van szó, tehát úgy érsz a komoly dolgokról, hogy nem egy jó, akkor 28-at gyere, és akkor visszazárlak az Arkham Asylumba. Mert nem erről van szó, és nagyon-nagyon felidegesített a filmnek ez a vállalhatatlan komolytalansága, hogy saját magát sem veszi komolyan. Abban igazad volt egyébként, hogy tényleg volt egy-két olyan jelenet, amikor ami beleillik a hú, ez gagyi volt kategóriába. Szerintem itt inkább arról lehet szó, mint a Wolverine meg az Iron Man, hogy azért így csinálták, hogy a keleti célközönséget megcélozzák, mert ez inkább egyébként nekik szólt, szerintem. Az egyébként biztos, hogy Kovács Pistike ezt nem fogja érteni, hogy a középkori japán várak miért kezdtek egyszer csak harcolni egymással. Mármint maga a vár, tehát nem a várban élők, maga a vár. De akkor magyarázd meg nekem, Boki, vagy bárki más, aki most hallgat minket, hogy miért van az, hogy bejött egy Deadpool, bejött egy Logan, bejött egy Wolverine, mind a három a maga nevében valami egyedülállót alkotott, amire azt tudom mondani, hogy bármikor nagyon szívesen megnézem, akár még egyszer. Mert komoly volt, mert nekem szólt. És akkor itt van egy ilyen film, ami mellett szívem szerint elmennék az utcán. Tehát az egyik sikeres, a másik nem. Miért nem követjük azt, ami sikeres? Tök egyszerű, mert
szerintem még mindig azért félnek attól, tehát igen, a Deadpool, a Logan, azok sikeresek voltak, de szerintem abban brutál munka lehetett, hogy ezt összehozzák. És igen, a sötétet meg a komoly drámát azt könnyebben el lehet cseszni, mint hogyha komolytalanabbak egy kicsivel. Tehát ott nagyobb a bukás lehetőség, és ráadásul akkor még az életkor besorás miatt egy kisebb célközönség miatt is sok pénzt buknának. Szerintem legalábbis ezért lehet, hogy nem merték bevállalni. Ha jól értem, akkor nem tudjátok ajánlani. Én ajánlom az anime rajongóknak. Egyszer meg lehet nézni, aki nem szereti azt a stílust, az viszont kerülje el mindenképpen. Én nem fogom megnézni, egyet mondjatok el nekem, hogy a végén visszajutnak a saját idővonalukba, vagy... Igen. Tehát nem bonyolították túl, nem változott meg semmi, mintha mi se történt volna, tehát azt a részt nem bonyolították túl. Én azt gondolom egyébként, ha Batman animációs filmet akartok megnézni, akkor találni fogtok jobbat. Az biztos. De ha egy alapvetően jó animére vágytok, vagy tetszik ez a fajta ábrázolás, abból is fogtok jobbat találni. Úgyhogy én nem tudom ajánlani. Egyszer meg kell nézni, mint minden gyűjtőnek a rosszabb részeket is össze kell gyűjteni. Mára tehát akkor ennyi volt a Movie Geeks Podcast. Mozizzatok sokat jövő hétig. Keressetek meg minket Facebookon, facebook.com/MovieGeeksPodcast. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Ha tetszett a videónk, akkor osszátok meg, terjesszétek a jó hírét a csatornánknak, és nézzetek minél több filmet, moziban vagy otthon. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Halli! Hello!